zene felfedező nap, játékok, különleges hangszerek, koncert és sok-sok élmény, amiben az érdeklődőknek része lehetett. Szinte havonta van új vezetője a Budaörsi Vöröskeresztnek. Miért az állandó váltás és mivel készül a segélyszervezet karácsonyra? És görög nemzeti ünnep, az ellenállás napját a budaörsi görög közösség is megünnepelte. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Egyedülálló esemény színhelye volt Budaörs, már nem először. A nagy sikerű, korhatár nélküli zenefelfedező nap, ami tavaly novemberben debütált, idén új meglepetésekkel és különlegességekkel várta a családokat, a pedagógusokat, a gyermekeket és a fejlesztő területen dolgozókat. A program része volt koncert, előadás, érdekes hangszerek kipróbálása és elgondolkodtató játékok is. Egyedülálló eseménynek adott otthont az IFI Klub, a zenefelfedező nap tavaly debütált a Városházán, idén pedig a Leopold Mozart Zeneiskola 25 éves jubileumi rendezvénysorozatának részeként szervezték meg. A rendezők sok mindent ígértek, játékot, élményt, tanulást, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mivel családiasabb, meghittebb, bensőségesebb légkört szerettünk volna teremteni szeparált állomásokkal, ezért az IFI klubba jöttünk, vagyis a Városi Ifjúsági Klubba. A másik, hogy mivel tavaly egy általános zene megszeretető napot tartottunk, az idén ez már egy tematikus nap. És ez a tematika, mivel a zeneiskola kérésére történt a rendezvény, a zeneiskola jubileumi rendezvény sorozatának részeként, ezért ezt most a zene tanulásnak a kincseire hegyeztük ki. Tulajdonképpen be kell, hogy valljam, hogy nem volt olyan más, ami ne függne össze valamelyik zenetanítási tantárgyal, és ennek az iskolában, az mindennapi életünkben elfoglalt helyére hegyeztük ki ezt a rendezvényt. A gyerekek kirakóssal és színezővel játszhattak, valamint megismerkedhettek a különlegesebb hangszerek dallamvilágával. A zenehallgatás mellett különböző korok és népek táncait is megtanulhatták, kipróbálhatták az érdeklődők. Úgy érzem, hogy sokkal jobban kim vagyunk a város szeme előtt, vagy legalábbis azoknak a szeme előtt, akiknek feltűnt, hogy a Leopold Mozart Zeneiskola ünnepség sorozatában van egy ilyen nem igazán koncertszerű rendezvény, hanem amely azért szerveződött, hogy olyan embereket hívjunk meg, akik vagy úton vannak afelé, hogy a gyerekeiket majd eljutassák a zeneiskolába, vagy a saját maguk örömére egy szombat délelőttöt ilyen közegben szeretnének tölteni. Hát mindenképpen azt hiszem, hogy ez jót tesz annak a munkának, ami az iskolában folyik, hiszen ebben a zenei együttesben mind a mi tanítványaink, mind néhány tanárunk játszik, és hát a közönségben meg a táncolók között mindenki itt van. A felhőtlen kikapcsolódás mellett a pedagógusoknak és a fejlesztő területen dolgozó szakembereknek Novák Anikó tartott előadást a zenetanításról, mint holisztikus rendszerről. A zeneiskolában, a zenei képzésben olyan lehetősége van a gyerekeknek, ahova tényleg, ami sehol máshol nincs. Először is egyedül foglalkoznak a tanárok a gyerekekkel, csoportban is foglalkoznak, és olyan kompetenciákat alakítunk ki, amiket itt is látunk, amit valószínűleg máshol nem biztos, hogy megkap. Ugyanis itt a kis csoportos működések folytán egy olyan családias légkör alakul ki, amit sokszor vissza szoktunk hallani, hogy milyen nagy segítségével van a gyerek testi, lelki és mentális fejlődésére. És ne felejtsük el, gyermekeink egész nap ugye szaladnak, futnak, órákra járnak, másik órákra járnak. A nyugalom, a béke szigete az, amikor zeneórákon vagyunk.
A zenefelfedező nap természetesen a koncertélménnyel lett teljes. A Music Experience elnevezésű produkcióban a zenészek, művésztanárok és diákok együtt muzsikáltak a közönségnek. A Magyar Vöröskereszt Pest megyei elnöke Fodor Antalné van itt ma este a stúdióban. Kezi Csokrom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Régen szerettük volna, hogy eljöjjön valaki a Vöröskereszttől, mert hogy korábban nagyon jó volt a kapcsolatunk, szinte havonta volt valami hír önökkel kapcsolatban, amiről mi beszámolhattunk, és ami egyébként hozzátartozott a város életéhez. Aztán az utóbbi időben szinte semmi. Hívtuk mindig a Vöröskereszt helyi vezetőjét, aki korábban Nagy Éva volt, aztán lett egy új vezető, azt mondta, hogy még próbaidőm van, majd ha véglegesítik, akkor nyilatkozik. 3 hónapig tart mindez. Mikor letelt a 3 hónap, hívtuk, kiderült, hogy egy új vezető van. Ő is 3 hónapot kért, hogy majd, ha véglegesítik. Hát megint letelt a 3 hónap, és megint nem maradt ő a helyi vezető. Miért ilyen nagy a fluktuáció? Nem vonzó ez az állás, vagy önök nem találják meg a megfelelő szemét? Hát mind a kettőben van igazság. El kell mondanom, hogy a főváros agglomerációs településéhez, ahová Budaörs is tartozik, sokkal nehezebb munkatársat találni, mint a mondjuk az alföldi területen, Cegléd és Monor körzetében. Szigetszent Miklós és Budaörs térsége küzd ezzel a nagy gonddal. Itt szerencsésen nagyon sok ipari vállalkozás van, nagyobb multicégek vannak, akiknek az anyagi lehetőségeik jobbak, mint a Vöröskereszt, amit fizetni tud a munkatársaknak. Sajnálom, hogy így kellett felkonferálnia, hogy a Budaörsi Vöröskeresztről kevesebbet hallottak. Én remélem, hogy a mai adásban is sikerül meggyőzni a nézőket, hogy él a Budaörsi Vöröskereszt alapszervezet, tevékenykedik. Valóban volt az életében egy megtorpanás, de azért ehhez hozzá kell tennem, hogy egy helyi szervezet működésében bár segít a területi munkatárs, és ebben kimondottan nagyon nagy előny volt, amikor Nagy Éva volt a szervezet vezetője, mert ő egy végtelen pörgős, agilis személyiség volt, de az alapszervezet működésében ennek nem volna szabad, hogy ilyen nagy szerepe legyen. Hiszen ha nagyon aktív tagság van, önkéntes hálózat, akkor ez a munka szervezhető. És van ilyen aktív tagság? Van aktív tagság, és ebben én nekem örömömre szolgál, hogy Nagy Éva, aki az alapszervezetnek is tagja, azért ismét szerepet vállalt egy kicsit a szervező munkában, hiszen ezeknek az önkénteseknek a munkáját egy kicsit szervezni és irányítani kell. Kell egy kis iránymutatás a részükre, és akkor ők nagyon aktívan tevékenykednek, teszik a dolgukat, de a szervező munka nagy részét, vagy előkészítő részét nem szívesen vállalják. Az önkéntesek mit csinálnak? Ők például felkeresik ezeket a vállalatokat, cégeket, hogy kérem szépen, közeledik a karácsony, kérem szépen, itt van a hideg idő, tessék segíteni a rászorulókon, tessék pénzt adni, tessék adományt gyűjteni? Hát a pénzt adni az legkevésbé a mi szerepünk. Mi adományokat gyűjtünk, természetbeni adományokat, ruhaneműt, játékokat, tartós élelmiszereket. Van önkéntes, aki erre is alkalmas, és szívesen teszi ezt, mert ismeretségi köre olyan. Itt viszont bejön a területi munkatárs szerepe, tehát elsősorban ebben a területi munkatárs tud segítséget nyújtani, hiszen az év minden napjában béradás szervezése, elsősegélynyújtási ismeretek, oktatás kapcsolatban elsősorban ő van kapcsolatban a vállalkozásokkal, ipari létesítményekkel, vagy cégekkel, tehát, és az önkormányzattal is elsősorban ő tartja a kapcsolatot. Az önkéntesek ezekben részfeladatokat vállalnak. Hát van egy adománygyűjtés, ami majd lesz most december elején a Tesco áruházban, vagy itt Budaörsön a Prima áruházban, akkor ott ők tevékenyen részt vesznek. Ők azok, akik nagyon kedvesen megszólítják az adományozókat, hogy esetleg tudnak-e lehetőséget adni arra, hogy tartós élelmiszerrel segítsenek, amelyeket a későbbiekben kiosztanak a családoknak, vagy ők azok, akik fölkeresnek családokat, felkutatják a rászorulókat, tartják a kapcsolatot az önkormányzattal, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez nem úgy van, hogy amikor történik valami nagy katasztrófa, tehát van egy árvíz, van egy vörösiszap katasztrófa, akkor az emberek sokkal segítőkészebbek, mert látják, érzik, hogy itt szükség van segítségre. De amikor a hétköznapi
normális mindennapok vannak, akkor nem annyira, mert hát tudjuk, hogy mindig vannak szegények, tudjuk, hogy vannak, akik fáznak, de hát a világ minden problémáját nem tudjuk mi megoldani. Ebben van igazság, hogy amikor egy ilyen nagy természeti csapás történik, akár az országban, vagy a világban, akkor kicsit sokkal több az önkéntes, az adományozó, de azért azt is el kell mondani, hogy a mai világban az emberek nem mindig a nagy katasztrófák és helyzetek esetén szeretnek adományozni, hanem akkor, ha annak látható hatása van, és ebben a média sokat segíthet. És itt arra szeretném a Budaörs Televíziót is biztatni, hogy adjon számot majd azokról az eseményekről, amikor mi az összegyűjtött adományokat szétosztjuk a családok részére. Ennek különféle alkalmai vannak, hiszen azok, akik adományoztak, így látják, hogy célba ért az ő adományuk, és véletlenül sem gondolnak arra, hogy esetleg bekerült egy nagy kalapba, hogy így mondjam, vagy egy nagy raktárba, és vajon kiosztották-e a rászorulóknak. Így mi is tudjuk bizonyítani, hogy igenis jó helyre került az az adomány, amit adtak az adományozók. Honnan találják meg, hogy ki a rászoruló, hogy kin kell segíteni? Hát ebben nagy segítségünkre van itt Budaörsön is az önkormányzat, szoros a kapcsolat az önkormányzat szociális osztályával, családsegítő szolgálattal, védőnői hálózattal, hiszen ők a mindennapi hivatali munkájuk során rengeteg információval és ismeretanyaggal rendelkeznek, elsősorban az ő segítségükre is számítunk a felkutatásba, hiszen mi nem tudjuk felmérni, hogy ki a rászoruló, nincs jogosultságunk arra, hogy ezt ellenőrizzük, de az önkénteseink is itt élnek a városban, és ha aktív egy Vöröskereszt szervezet, akkor az emberek tudják, hogy ide be lehet jelenteni azokat a családokat, akik támogatásra szorulnak. Azt itt a kolléganőm, szerkesztő kolléganőm, aki felkészítette a beszélgetést, hogy december második hetében lesz ez a budaörsi Tesco áruházban, illetve a helyi Prima áruházban a gyűjtés. Tartós élelmiszereket gyűjtenek, tehát lefordítom, lisztet, cukrot, igen, akár csokoládét is, igen, tehát ami azért több tejet, hétig áll, kávét, vagy tartós tejet például. Az is, azt is nagyon sok örömmel szoktuk fogadni, és nagyon sok családnak ez jelent nagyon kedvező lehetőséget, vagy többen szoktak ilyenkor mákot, diót is adományozni, hiszen az üzletekben lehet vásárolni, jönnek az ünnepek, és azért a sütemények készítéséhez ez fontos, vagy nagyon fontosak a lekvárok, azt is szívesen, vagy konzervek, amelyeket most gondoljunk olyan családokra is, akiknek a főzési lehetőség is nehézkes lehet, hogy egy konzerv megmelegítése egy karácsony estén egy nagyon ünnepi vacsorát jelenthet a rászorulók részére. Tehát élelmiszert gyűjtenek, de mást igen. Nem, tehát mondjuk régi játékokat nem lehet leadni, régi cipőt, de régi ruhát, azokat is. Csak azt nem a Tesco-ba, illetve nem a Prima áruházba? Hanem a Deák Ferenc utat 12 szám alatt lévő Vöröskeresztes irodába várjuk ezeket az adományokat. Erre mindig nagy igény van, hiszen azért karácsonyra a gyerekeknek ajándékot is kell adni, és különféle rendezvényeket is szervezünk, ahol az ilyen ajándék kiosztása mindig sok örömet jelent a gyerekek számára. Amit Budaörsön gyűjtenek össze, azt budaörsi rászorulóknak adják oda? Csak tehát ez nem kerül el máshova? Nem, ez csak a budaörsi. Minden a megyében 10 területi szervezet működik, mindenki a saját területén gyűjti az adományokat, és a saját területén osztja szét. Amikor az előbb a tevékenységeket sorolta föl, akkor szerepelt közte az első segélyoktatás. Gyakori az, hogy valaki jelentkezik egy tanfolyamra, hogy én szeretnék megtanulni első segélyt nyújtani, vagy inkább az a gyakori, hogy valaki jogosítványt szerez, és a jogosítványnak előfeltétele, hogy levizsgázzon első segélyből, és ezt elvégezheti például a Vöröskeresztnél. Magyarul ez egy jó bevételszerző lehetőség? Ez igen, valóban így van, és az utóbbi feltétel az, amire elsősorban jelentkeznek a jogosítvány megszerzéséhez, viszont az utóbbi időben, különösen Budaörs térségében az jellemző volt, hogy nagyon sok ipari vállalatnál tartottunk oktatást, hiszen a törvény előírja, hogy a dolgozók oktatását meghatározott időközönként a munkáltatónak meg kell tenni. Ez valóban egy jó jövedelem szerző forrása a Vöröskereszt szervezetnek, felkészült szakemberek, mentőtisztek tartják az oktatást, helybe tudunk menni, és ez nekünk sokat jelent. Egyrészt népszerűsíti a Vöröskereszt szervezet munkáját, másik oldal természetesen a működésünknek az anyagi bázisát is előteremti. De azért szeretnék egy új jelenségről is szólni.
egyre nagyobb az igény különféle civil szervezetek, intézmények részéről, hogy az oktatást és elsősegély bemutatót tartsunk, legyen az nyugdíjas klub, vagy legyen gyermekintézmény, ahol erre mutatkozik. És nagyon, nagyon örömmel jönnek az ifjú vöröskeresztesek, akik önkéntesek és a tudásukat bemutathatják, és még egy reklámnak, hogy legyen itt a helye, idézőjelben a reklámot, tudom, hogy ez a tévében így nem szokott elhangozni, de a Vöröskereszt tevékenységét bővíti, és szeretnénk a csecsemő újraélesztéssel, a csecsemőkkel történő balesetekkel kapcsolatos tájékoztatót is megtartani minél több területen, remélhetőleg, hogy ez Budaörsön is beindul. Erről már az elmúlt időszakban éppen egy pályázati keret kapcsán az Országos Vöröskereszttől nyert pályázatot a Budaörsi Szervezet, már volt egy bemutató a Szent Benedek iskolában, ahol védőnők, mentőtisztek tartottak tájékoztatást, és reméljük, hogy ez folytatódik a következő évben is. Hát igen, csak ez nem olyan tudás, hogy ezt persze egyszer meg kell szerezni, egyszer meg kell tanulni, de ha nem foglalkozunk vele, akkor ezt elfelejtjük. Lehet, hogy csecsemőt nem kell már újraéleszteni, de máskor még kerülhetünk ilyen helyzetbe az életbe. Az újraélesztés az mindig fontos, hogy tudjuk, hiszen hányszor találkozunk az utcán egy balesettel, és nagyon sokszor kellemetlen helyzetbe kerülünk, és nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Én úgy gondolom, hogy amikor egy ilyen bemutatót megnéz bárki, a legtöbb, amit kap a mentőtisztől, hogy mindenkit bátorítanak, hogy ne attól féljünk, hogy nem fogunk tudni az újraélesztés szabályosan megtenni, a legnagyobb gond, hogyha az idővel nem tudunk gazdálkodni. Bármilyen kezdetlegesen próbálunk segíteni, ha már azt megtanuljuk, hogy a mentőt hogy kell szakszerűen hívni, hogy az odaérjen kellő időben a helyszínre, és tudjuk, hogy hogyan tegyük szabaddá a betegnek a légútját, ez már sokat jelent, és ehhez a bemutató, a gyakorlás, ez nagyon fontos. Hát ezek is nagyon fontosak, de ha azt mondom, hogy a legfontosabb tevékenységük a véradás, akkor talán nem mondok valótlant, és talán ezen nem sértődik meg. Sokan azonosítják is a Vörös Keresztet a véradó szervezettel, mert hogy a vérre mindig akkor van szükség, amikor a műtét van, és sokáig a vért nem lehet ugye tárolni. Aki balesetet szenved, akit műtenek, vagy akinek a hozzátartozóját műtik, az tudja, hogy ez milyen hatalmas nagy segítség. A másik oldalról viszont nem biztos, hogy valakinek eszébe jut, hogy én elmenjek vért adni. Hát minek? Hát régen járt ezért szabadnap, régen adtak sört, adtak virslit, most mit kapok, egy köszönömöt? Igen, ezzel a nehézséggel megküzd a Vöröskereszt szervezet, nem csak Pest megyében, nem csak Budaörsön, szerte az országban, hiszen nem azok a feltételek már, mint a korábbi időszakban, amikor ez bevezetésre került. Természetesen mindent megpróbálunk megtalálni arra, hogy a lehető legvonzóbbá tegyük a véradást, ezen túlmenően, hogy embertársainkon segítünk, de gondoljunk bele, saját magunkon is segítünk, hiszen mielőtt vért adunk, egy vizsgálaton veszünk részt. Ha véletlenül valami problémánk van, a legelső az, amit a vizsgáló orvos jelez, hogy menjünk el és vizsgáltassuk ki magunkat. Lehet, hogy akkor, amikor megjelenünk a véradás helyszínén, vért nem tudunk adni, de lehet, hogy éppen a mi életünket menti az, hogy időbe kerülünk orvoshoz és kivizsgálnak bennünket. Mert ugye levett vért utána megvizsgálják és értesítenek, hogyha valami... Még mielőtt leveszik, vizsgálnak bennünket, és lehet, hogy akkor szűrik ki azt a betegséget, amiért nem is veszik le a vért. Egyébként a levett vért is minden összetevőre vizsgálnak, és ha véletlenül a vizsgálat során valamilyen káros anyagot találnak a vérben, természetesen az nem kerül másik betegember részére átadásra. Ki nem adhat vért? Hát egyrészt 62 éven felüli. Igen. Az, aki bármilyen betegségben, gyulladásos betegségben szenved, és ami most nagyon sokszor jellemző szokott lenni, divat a különféle piercing felhelyezése, a tetoválás, és ennek a műveletnek az elvégzése után 6 hónapig nem adhat senki vért. Az, aki operáción esett át, vagy valamilyen tartós antibiotikum kezelésen, azok nem adhatnak meghatározott ideig vért, és erről az orvos tájékoztatja őket.
figyeltem, hogy mondja-e, hogy 50 kiló alattiak nem adhatnak vért, mert én tudom, hogy nekem az első véradáson én nagyon lelkesen mentem, és azt mondták, hogy hát maga egy kicsikét kevés súly, úgyhogy tessék innen elmenni, mert nem lehet. És még az sem adhat vért, aki megjelenik a véradás helyszínén, és közölte, hogy aznap nem is fogyasztott semmi folyadékot, tehát, és nem is vett magához semmi táplálékot, tehát azért vannak összetevői, ezért van az orvosi vizsgálat, hiszen erről kikérdezik a betegeket. Ugyanis nekünk nem az a célunk, hogy minden áron vért vegyünk le a jelenkező egészséges emberről, hanem meggyőződjünk arról, hogy valóban ő is egészséges, és az egészségének károsodása nélkül adhatja a vért. Na ennyi felvezető után mondjuk, hogy december 4-én lesz, és 22-én is, tehát 4-én és 22-én is véradás a Decathlonban. Igen. Sok véradóra számítanak? Sokan jönnek ilyenkor? Hát karácsony előtt ez változó, de a szervező munkával arra készülünk, hogy ez egy jelentős létszámú véradás lesz. Mi is különféle megrefetésekkel készülünk a karácsony előtt a véradásokra, máskor is, de ilyenkor azért az önkéntesek is nagyon készülődnek, apró kis ajándékot és figyelmességgel próbálnak kedveskedni a véradóknak. Én úgy gondolom, hogy sokan jelentkeznek ilyenkor különféle helyeken, és akkor ez egy kicsit mozgalmasabb időszak, és hát abban arra számítunk, hogy ez egy kicsit a véradás létszámát megemeli majd. Hát köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, ezekről beszélgethettünk, és remélem, hogy tudunk segíteni. Remélem, hogy hamarosan lesz erre a figyelmet. Összefoglalom, jó? December 4-e és 22-e véradás a Decathlonban, december 2. hetében pedig adománygyűjtés a Tesco-ban és a Prima Áruházban. Igen, köszönöm szépen, és várjuk a segítőkész embereket. A görög nemzetiség egyik legnagyobb ünnepe a görög ellenállás évfordulója. Arra emlékeznek, hogy 1940-ben nemet mondott a görög kormány és nép az olasz ultimátumra és a fasiszta megszállása. Ekkor lépett be Görögország a II. Világháborúba a szövetségesek oldalán. Ezt, mint minden évben, idén is megünnepelte a budaörsi görög közösség. Jana, színi ortásomé, inepetio. Της Εθνικής Εορτής της 28 Οκτωβρίου. Kedves honfitársaim, kedves barátaim, megint itt vagyunk, hogy együtt ünnepelhessünk, mint ahogy egy évvel korábban is, a nagy nemzeti ünnepünket. Elsőként a Magyarországi Görög Nagykövetség első titkára Lukasz Cokosz köszöntötte a megjelenteket a görögök nemzeti ünnepe alkalmából Budaörsön, a Városi Ifjúsági Klubban, felidézve a II. Világháború sorsfordító eseményeit. A fasiszta olasz csapatok támadása 1940. október 28-án indult meg, azt követően, hogy Metaxas tábornok kimondta a történelmi nemet, az Ohit, amellyel megtagadta a fasiszta olasz államnak az ellenállás nélküli behódolást. Mussolini meg akarta mutatni Hitlernek, hogy Itália önállóan is képes háborúzni, és Görögország könnyen legyűrhető ellenfélnek látszott. A várakozásokkal ellentétben a harcba lépő 5 gyalogos és 1 lovas hadosztállyal megerősített görög határvédő csapatok szívósan ellenálltak. A sikerben addig nem bízó Papagosz, a görög hadsereg főparancsnoka november 1-én már ellentámadásra adott parancsot. A kétnapos harcban visszavetették az olasz csapatokat Albánia területére. A hadművelet 8. napján a kezdeményezés már a görögök kezébe ment át. 1940. november 14-én kezdődött el a görög csapatok ellen támadása Nyugat-Macedóniában, amelybe hamarosan bekapcsolódtak az egész arcvonal csapatai. Később a németek siettek Mussolini segítségére, és 1941. áprilisára megszállták Görögországot. Ezt az ünnepet minden évben megünnepeljük, ezt az ünnepet Görögországban is megünneplik. Minden évben ez egy nemzeti ünnep. Ez arról szól a második világháború idején a görög ellenállás a német faszizmus ellen. Annak idején a görögök egységesen, mint baloldali vagy jobboldali a politikai felfogására rendelkező emberek mind egységesek a német fasizmus, illetve az olaszok ellen voltak.
Most fellépnek a fiatalok is, egészen a 7 éves kortól fölfelé, sőt verseket is mondanak. Hát remélem, hogy a nyelviskolánk az jól működik. Az est természetesen a múlt sorsdöntő eseményeinek felidézése mellett alapvetően a kultúráról szólt, több vendég tánccsoport és énekes fellépésével. Az Elefteria tánccsoport Szegedről érkezett Budaörsre. Az Elefteria Táncsoport 2013-ban alakult. Idáig a repertoárunkban vannak tráktáncok, makedóniai táncok, közép-görögországi táncok, és egy újdonsága a mai estének az, hogy ciprusi táncokat is fogunk járni. Nyilván azért trák, mert nálunk Szegeden van egy táncházmozgalom, lassan 20 éve táncolnak sokan, nem csak görög származásúak, hanem a szerb, a bolgár közösséghez kötődőek is, tehát szerb-bolgár-görög táncokat. És ugye a trák az egy ilyen közös nevező mindegyik között, hasonlóak a lépések, úgyhogy ezért is, és a magyarországi görögök között is sokan vannak, akik Trákiából kerültek ide, ugye ők vagy az őseik, úgyhogy ezért próbáljuk a trák táncokat járni. Ehhez sikerült 2 évvel ezelőtt ruhákat beszereznünk Görögországból. Nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy ezek a ruhavásárlások a forrását előteremtsük, és végre itt van az alkalom, hogy eljöhetünk megmutatni a tudásunkat. Azért mi még egy alapvetően egy amatőr tánccsoport vagyunk. Magyarországon nagyon komoly hagyománya van a görög táncok járásának. Hát mi néhány évvel ezelőtt kezdtük, ezért számunkra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a görögség egyik nagyon fontos központjába, Budaörsre is meghívtak minket, hogy megmutathassuk a tudásunkat, és igyekeztünk a tehetségünkkel, minden tehetségünket, tudásunkat bevetve majd itt a mai napon bizonyítani. Sokszor ugye a görög zenészek közül azt mondják, hogy görögnek születni kell, mert az 5/4-es vagy a 7/8-as ritmusnak valahogy a vérébe kell lenni a táncosnak vagy a zenésznek, hogy ahogy autentikusan szólaljon meg, vagy legyen látható. Mennyire van meg ez, és hát mennyire lesz majd tetten érhető magukban a produkcióban? A 7/8-as ritmus majd kiderül. Én nem vagyok zenei végzettségű, hallomásból tudom, mit jelent. Hogy most ahhoz születni kell, vagy nem, nyilván ezek ilyen jól hangzó dolgok. A helyzet az, hogy valószínűleg nem csak szegedi jellegzetesség, hanem egész Magyarországra jellemző az, hogy nagyon nagy szimpátia övezi ezt a görög táncház mozgalmat, úgyhogy ugyanúgy, mint ahogy Budapesten szerintem, így Magyarország más városaiban is a görög táncházakon sokkal több a többségi társadalomhoz tartozó személy, tehát magyarok, vagy éppen mások, úgyhogy a mi tánccsoportunkban is ketten vagyunk mindössze genetikailag, ha így nézzük, görögök, és azt kell, hogy mondjam, hogy a többiek ügyesebbek nálunk, tehát megtanulható, és ez egy nagyszerű dolog, hogy a tánc az embereket összefog, ez egy közös nevező tud lenni többek között, tehát nyilván nincsen vérvétel, hogy most ki a trák származású, vagy ki a görög, makedon, bármilyen származású, hanem a görögök és a görög szeretők, a félhelléneknek a szórakozása, a kikapcsolódása és a hagyományápolása ez. A Városi Magazin után a Budaörs Jászberény NB1-es női röplabda mérkőzést láthatják felvételről, de még előtte programajánló. Szemtorna foglalkozásra invitálja az érdeklődőket a lakótelepi közösségi ház kedden este 17:30-ra. A foglalkozás célja a látás javítása és a szemek egészségének megőrzése. A Dzsungelkönyve bábszínpadi változatát nézheti meg a család a Budaörsi Latinovics Színházban
kedden 14 és 19 órai kezdettel, majd szerdán 11 órától. Az előadást 5 éves kortól ajánlják. A Mosó Masa Mosodája című mese is kellemes kikapcsolódást nyújthat 3 éves kortól a gyermekközönségnek, szerdán 10 órától az IFI Klub színpadán. És végül, de nem utolsó sorban, Hábodó József a Hársfa Virága című könyv bemutatójára szeretettel vár mindenkit a Városi Könyvtár, szerdán este 6:30-ra. Végül mutatjuk elérhetőségeinket, ha van véleményük vagy kérdésük, akár a műsorainkról, akár bármivel kapcsolatban, ami budaörsi, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. Ha pedig lemaradtak valamelyik műsorunkról, akkor nézzék meg a honlapunkon a bvtv.hu internetes oldalon. Én ezzel köszönöm meg már a figyelmüket, jön a sportközvetítés, viszontlátásra. Városi magazinnal legközelebb szerdán 18 órakor jelentkezünk itt a budaörsi Városi Televízióban.